A Püspökladányi úti beruházás az országos 66 református óvodai program részeként valósult meg. A Tiszentúli Református Egyházkerületben 23 református óvoda épül, ezek egyike a karcagi, amely több mint 450 millió forintba került. Az épületet, a három csoportba járó 81 óvodást, a 11 dolgozót és a szülőket az ünnepélyes átadón főtisztelendő dr. Fekete Károly püspök áldotta meg. És azt gondolom, hogy gyermekek és szülők itt mindent megtalálnak, ami akár a gyermekek fejlesztéséhez, akár a megőrzéshez, a lelki-szellemi növekedésükhöz fontos. Olyan korszerű terek vannak a kisebb csoportos foglalkozásra, vagy egyéni foglalkozásra is, nem is beszélve a három nagy csoportszobáról felszerelt játékokkal, és minden megvan hozzá. És én úgy láttam a fogadalomtétel alatt, hogy az óvónők, dajkák is odaszántan, lelkesen kezdik el itt a munkát. És hát öröm, hogy Karcagon, ahol van egy iskolarendszer, egy olyan bázis óvoda is megkezdi a működését, amelyik lehetőséget ad arra, hogy akár a középiskoláig folyamatosan ebben a rendszerben fejlődjenek a gyermekek. Úgyhogy gratulálok és szívből örülök neki. A 23 tiszántúli óvoda közül ez egy olyan ékkő, és az elsők között adtuk át, hogy büszke vagyok arra, hogy ez a gondolat, amelyik országosan 66 református óvodából áll, itt a Tiszántúlon ebből 23, Karcag, mint esperesi székhely példát mutat abban, hogy milyen szinten kell várni a gyermekeket, és ez a 21. századi környezet mégiscsak tartalmaz olyan bensőséges tereket, amelyek a gyermekeknek az esztétikai érzékét is fejlesztik, mert aki ilyen helyre jár, annak kialakul egy olyan igényszintje, amelyik a maga környezetét is majd úgy rendezi be, hogy az ehhez méltó legyen. Az udvar pedig lenyűgöző. Az a játékpark, amit foglalja a gyerekeket, és mégis az európai elvárásoknak megfelelően ütésgátló burkolatokkal ellátva egy természetes környezetben egy óriási érték, úgyhogy a torna szobával együtt ez egy olyan fizikumot adhat a gyerekeknek, hogy tartásos felnőttek lehetnek majd belőlük. Nagyon szépen be fogjuk rendezni. Megígértünk, hogy nagy változásokat fognak átélni, akik idejönnek. Én úgy látom mindenkinek egy öntetően az a véleménye, hogy sokkal szebb és sokkal jobb, mint amilyennek megálmodták. Hát ezen rengeteget dolgoztunk, Istennek hála, elértük, és valóban azt kaptuk, amit megterveztünk, megálmodtunk és kitaláltunk. Valóban nagy segítség volt ehhez, hogy olyan kivitelezőt is találtunk, aki ebben a munkában partner volt. Mi nem generációkban gondolkodunk, hanem az emberben gondolkodunk, az ember születésétől egészen az utolsó pillanatig. Éppen ezért nem állhatunk meg. Ez egy nagy lépés, hiszen az óvoda, ahogy hallottuk, egy sok évtizedes álom, de itt nem állunk meg, és nem lesz ez az utolsó fölvonás, hiszen azért az idősebb korosztállyal kapcsolatban azért van még restanciánk, mi ehhez tartjuk is magunkat, hiszen szeretnénk őket megfelelő minőségű, szeretetteljes ellátásban, ami egyébként a városban már van, csak az igény nagyon nagy. Tehát ami a városban van, ellátó, szociális ellátó rendszer, ehhez szeretnénk mi is tagozódni, kapcsolódni idővel, és egy olyan magas szintű ellátást biztosítani, ami egy olyan 80-100 idős embernek megszépíti a megérdemelt időskorát. Ez az egyik. A másik pedig lefelé szeretnénk egy kicsit bővülni, ez pedig a bölcsöde. Itt a városi bölcsödéknek megnézzük a felvevő képességét, ha és amennyiben úgy látjuk, hogy a kormányzati gondolatnak megfelelően gyarapodik a város, akkor mindenképpen belépünk, ha nem, akkor pedig csak azt tudjuk mondani, hogy amink van, azzal fogunk megfelelő módon majd szolgálni a városban és itt a környéken. Beszédet mondott Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Ezelőtt 19 évvel, amikor az első leányomat vittem a Református Általános Iskola szembelévő első osztályos évfolyamába, akkor is
óriási élmény volt számomra, hogy olyan értékeket közvetített az egyház, és olyan értékekkel egészítette ki a családi hagyományokat és a család által közvetítetteket, amitől rendkívüli módon gazdagodtak a gyermekeim, és rendkívüli módon megerősödött bennük a meggyőződés a nemzeti és a helyi identitás iránti elkötelezettségben. Ebben az egyházat nagyon jó példával járnak elől, és most is óriás örömmel hoznám, ha lenne óvodás korú gyermekem ide a református Talentum óvodába, hiszen az óvodának nem csak az a jelentősége, hogy közösségbe szoktatja a gyerekeket, hanem rengeteg új képességgel, rengeteg új tudással, és az annak megfelelő terekkel és eszközökkel gazdagítja a gyermekeket, és itt minden adottság megvan és rendelkezésre. A közgyűlés elnökének köszöntője után Szepesi Tibor polgármester mondott avató beszédet. Gyönyörű épület, teljesen más, mint amit ugye kívülről lát az ember, és amit kívülről hozzászokott, hogy mi vár belül, hogyha belép az ajtón, hiszen azért ennek az épületnek más funkciója volt az előző években, évtizedekben. Van egy olyan része, ami ugye akár 100 éves is lehet, nem tudjuk pontosan, mikor építették, de amikor valaki belép a kapuján, akkor egy teljesen új világ tárul elé, és az a millió, amiben a gyerekeket fogadják, az csodálatos. Én azt gondolom, hogy ahogy fejlődik a világ, a pedagógia, a számítástechnika és azok a bútorok, amelyekkel ki lehet szolgálni a gyermekek mindennapjait, azokat a szokásokat, azokat a szabadidős tevékenységeket, akkor egy teljesen más világ, mint ami akár 20 évvel ezelőtt is volt, vagy amikor én voltam óvodás például. Tágas tér, és amikor körbenézünk, akkor tényleg az látszik, mint hogyha a tervező, a kivitelező minden egyes részét annak rendelte volna alá, hogy itt a gyerekek jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek ide, a szülők szívesen hozzák a gyermekeket, és lehet, hogy eddig az volt a probléma néhány gyermekkel, hogy nem szívesen ment óvodába, ahogy én így szétnéztem, most lehet az lesz a probléma, hogy nem szívesen fog hazamenni innen. Aki ide jár óvodába, az nagyon jól érzi magát, az a gyermek. Én biztos vagyok abban, hogy Karcagon a legmagasabb szintű óvodai ellátás van, legyen az önkormányzati vagy református óvoda, és mindig hát természetesen a legújabb, a legszebb, hiszen tavaly előtt is adtunk át felújított óvodát, de most ez egy csodálatos dolog, és ebben csak gazdagodott a város, hiszen a város központban egy református szellemiségű, nagyon szép óvodába járhatnak a karcagi gyerekek. Én gratulálok a Református Egyháznak, gratulálok a szülőknek, és hát gratulálok Karcag városának, hiszen mi mindannyian karcagiak ezzel gazdagodtunk. A kivitelező részéről Labocné Fekete Zsuzsanna ügyvezető szólt az ünneplőkhöz. Az óvoda épületet Földváriné Simon Ilona iskola igazgató mutatta be. Nagyon pozitív a vélemény, mi is kíváncsiak voltunk a véleményekre. Ugye első nap az iskolában, első nap az óvodában, ez mindig meghatározó. Az első benyomás mindig mindenkinek meghatározó és maradandó. És nem csak az első nap, hanem a további napokban is azt láttuk, és azt hallottuk a óvónőktől, illetve a szülőktől is, mert kérdezgettük a szülőket is, hogy hogy látják, mi a vélemény, és hát nagyon elégedettek voltak. Az ünnepségen az iskola tanulói és a művészeti iskola magánének tanszakosai közreműködtek.